Köszöntöm Önöket ismét, weekend, május 13-a péntek van. Egyes babonák szerint ez a nap szerencsétlenséget hoz magával, mi azonban most megpróbáljuk ennek az ellenkezőjét, vagyis szerencsét szeretnénk hozni két nézőnknek. Kettő darab páros belépőt sorsolunk, ugyanis a Nyíregyházi Cinema City-be. Kérdésünk a következő beszélgetésünk témájához kapcsolódik majd, így hangzik. Hány megyei értéket mutat be az Értékantológia című kötet? Ez hamarosan kiderül tehát, de nézzük, mi lesz még a mai víkendben. Fából faragott királyfi és maszmók az indiánok között. Két gyerekdarabot is színre vittek a közelmúltban a Móri Zsigmond Színházban, utóbbit szeptembertől láthatja a közönség. A németországi Iserlohnból érkeztek vendégek a Vikár Sándor Zeneiskolába, ahol a testvérintézmény klarinét kvartettje adott koncertet. Rendhagyó néprajzórán jártunk a Kölyökvárban, és végül, de nem utolsó sorban a gyűrűs farkú makik kifutójába is ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba. Az állatpark egyébként a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktár gyűjteményében is szereplő érték, épp úgy, mint a Milotai Dió vagy a Túr Istvándi vízimalom, melyeket ez a gyönyörűen szerkesztett kötet is bemutat. Vendégeim a szerzők, dr. Bene János történész és Csutkai Csaba fotóművész. Sziasztok, jó estét! Két igazán értékes fiatalember a vendégünk, azt hiszem, hogy szakmátoknak valóban kimagasló képviselői vagytok, és hát egy jól összeszokott munkapáros is, ugye? Igen. Igen. Tehát ti már nem okoztok egymásnak csalódást. Tudjátok általában, hogy működik a másik agya, vagy mondjuk egy ilyen fajta munkához nem kell feltétlenül, részesei legyetek egymás munka morájának, vagy kulisszatitkainak, hanem csak csinálni azt, ami éppen a ti saját feladatotok. Hogy van ez a mostani kötet esetében, János? Hát ez úgy van, és ez nem csak a mostani kötet, a régebbik is így voltak mindig, hogy azért van egy szöveg, nyilvánvaló, hogy amit úgy gondolunk, hogy fontos arról a dologról, ami meg fog jelenni képben, de annak a szövegnek vannak olyan részletei, amit Csaba nagyon pontosan lát, amit lehet, hogy én nem látok. Tehát, hogy annak a szövegnek az apró trükkjeit is ki lehet úgy hozni, hogy az a néző, az olvasó számára még egy plusz értéket jelentsen, mert leírja az ember szépen, hogy hát a Csengersimai református templomban van 56 kazetta, festett kazetta. Na de mi abban a lényeg? És akkor Csaba, úgyhogy... És ezt már, mert hála Istennek az előző munkák során is mindig ki tudtuk sakkozni, hogy mit kell előszedni egy-egy értéknél, mondjuk egy szabolcsi Mudrány kúriából nem maradhat ki, Mudrány András az, aki tulajdonképpen az egészet csinálta. Úgyhogy hála Istennek azért ezzel már nem kell veszekednünk. Vannak bizonyos dolgok, amin vitázunk, hogy esetleg... Mi kerüljön bele, így van, ezt akartam is mondani, mi kerüljön bele, de már az, hogy kerüljön bele, az már nem... Ez abszolút a ti döntésetek volt, hogy melyek azok az értékek, amelyek ebbe a válogatásba belekerülnek? Igen, ez most az a fajta szabadságot kapott munkánk, amiben ránk bízták, hogy mi legyen. Itt valóban 140 valamennyi érték volt, míg már akkor az értéktárba bekerült témák között, és hát melyik újadat harab meg? Tehát itt most nem az volt a kérdés, hogy erről tud-e János írni valamit, vagy van-e róla fényképen, mert a merítésnek könnyű esélyei voltak, hogy most mit vegyünk ki. Én ettől függetlenül úgy érzem, hogy ebben az antológiában sikerült egy olyan válogatást adni, ami egy kis keresztmetszetet ad az egész értéktárgyűjteményben szereplő témákból, mindenből egy kis csipetnyi, és hát a teljesség igénye nélkül készült. Részemről meg azért is fontos, és még visszacsatolok az előző gondolathoz, hogy dolgozunk. Én szeretek kottából, az a zenész vagyok, hogy szeretek kottából dolgozni. Egyszerűbbnek is érzem azt egy könyv szerkesztésében, hogy van egy szöveg környezet, és akkor annak megfelelően az illusztrációkat összerakni és elkészíteni. Nyilvánvalóan egyébként
ugyanez a, ha már itt ennél a szimbólumnál maradunk, hogy melyik ujjadba harapja, ez akár a fotók válogatásánál is megjelenhetett, mert hát amiből itt az olvasó egy-két képet lát, nem tudom, hogy az hány kattintás után hány valóban bármelyik kötetbe betehető kép született. Hát igen, ez egy nagyon nehéz feladat, mert mindent egyrészt túl munkálkodom, és akárhányszor kimegyek egy-egy településre, vagy épülethez, templomhoz, mindig más és más fényviszonyok között látom, megint más sugallata van a könyvnek. Tiszadobi kastélyt látjuk éppen itt a kötetben, és hát lenyűgözőek a színek. Pont azt arra gondoltam, hogyha én mondjuk most látnám először, akkor lehet, hogy a valóság csalódást okozna, mert hogy annyira szépen sikerült megjeleníteni ezeket az értékeket, hogy így szeretnénk viszont látni mindig ilyen pompájában. Most egyébként, ha most menne a néző, vagy az érdeklődő, most így látná. Uh-huh. Hála Isten, most abban a helyzetben vagyunk, amikor minden értékünk szép. Igen. Szép. Ami nem, az meg azért arra vár, hogy szépé váljon, és reméljük, hogy majd a elkövetkező pályázatokkal ezek olyanná is fognak válni. Ezek most szépek, ide érdemes elmenni, és mindegyikben van olyan különlegesség, ami máshol biztos, hogy nincsen, hiszen azon túl, hogy az Andrássy kastély, mert előbb beszéltünk, az előbb szép, de azért abban mégiscsak van egy diplomai festette üvegablak. Uh-huh. Ez kevés. Igen, ezt is láttuk. Igen. Aztán van benne egy olyan bútor, amelynek az eredetije, az a diplomai emlékházban van, Kaposvárot, mert azt ő tervezte, ezt lemásoltuk. Tehát van. De hogyha elmegyünk, mit tudom én, Baktára, a kastélymúzeum, ami a régi szanatórium volt, tele van szebbnél szebb, és értékesebbnél, és figyelemfelhívó kiállítással. Érdemes megnézni. Ha megyünk Cégindányátra, végre már kipucolták a környezet, ott van az a több száz éves nagy platánfa. 6 méter, vagy nem, 8 méter a körmény. Szóval mindent van mit megnézni, mindent van mit látni. Úgyhogy, hát akkor, ahogy Csabi mondta, hogy amikor kellett ezt válogatni, akkor 144 érték voltam egy értéktárban, azért, hogyha majd végiglapozod és megmutatod a térképet, azért a végén látszik az, hogy azért amellett, hogy ránk bízták, azért igyekeztünk úgy válogatni, hogy a megye minden részéből legyen azért valami. Tehát, hogy a legnyugati pontja Tiszadóba, a legkeletibb Milota is, ugye Csengelsima, északi Tuzsér és Lónya, hát a déli pedig ugye a Bátorliget lenne, tehát, hogy mindenkinek adjunk azért valamit a megyében. Egyrészt, másrészt, hogyha például valaki megkapja ezt a kötetet, és akár a megyéből származott el, akár most külföldön ér, és mondjuk tényleg kedve lesz ezeket az értékeket személyesen végignézni, akkor valóban ez egy jó terv lehet, egy jó útvonal terv, hogy mégis hány nap alatt milyen útvonalon éri el valamennyit. És közben, ahogy beszéltél róla, arra gondoltam, hogy igen, mennyire fontos az, hogy tényleg tisztában legyünk az értékeinkkel, hogy büszkék legyünk az értékeinkre, hogy egyébként ne csak ilyen csodálatos kötetekből, de személyesen is legyen élményünk, menjünk el, hogyha időnk engedi. Én szerintem nem csak én vagyok úgy ezzel, hogy sokszor mondjuk a megyébe érkező barátainkat elviszem, és én is akkor vagyok ott először, és akkor az ember egy picit így esetleg így szégyeli is magát, hogy hú, hát azért ezt illett volna hamarabb is megtekintenem, de valahogy az élet nem hozta el, és vágyakozunk egzotikus helyekre, miközben pedig rengeteg csodával van teli akár a mi megyénk, és hát persze Magyarország többi területe is. Igen, itt a kötet elején olvastam, hogy Európai Uniós támogatás, illetve Magyarország kormánya segítette ennek a kötetnek a létrehozását. Azért csak ennyi érték kerülhetett bele, mert nyilván ennek volt egy anyagi korlátja, illetve tervezitek majd azt, hogy akkor a jövőben hasonló módon még a térkép számos egyéb települését is megmutatjátok? Folyamatosan tervezzük. Az idei pályázati lehetőségek nem voltak annyira sikeresek, de egy könyv úgy néz ki, hogy
bekerülhet, ami kifejezetten a történelmi emlékhelyeinket fogja majd össze. Abból is van néhány dolog, de amiket beadtunk pályázatba, a Kölcseik, Szatmár Cseke könyveket, albumra adtunk be pályázatot, de hát ha most nem, akkor majd később, vagy magánúton megpróbálunk ebbe gondolkodni. A Európa Nostra díjas templomaik, hogy megint megérdemelne egy nagyobb lélegzetű kiadványt. És hát én hiszem azt, hogyha nem is pályázatokból, valahogy évente egy-két könyvvel sikerül majd előjönnünk. Hát ez persze meglátjuk. Igen. Már csak azért is, mert amikor ezt a könyvet készítettük, ugye az előszó volt van, hogy 144 érték van. Már nem annyi, uh-huh. Már túl vagyunk a 150-en, és nyilván, hogy az időközben az értéktárba bekerült értékeket is érdemes lenne megjeleníteni könyvalakban, tehát szerintem ez folyamatosan fog bővülni, ameddig az értéktárbizottság működik, ameddig úgy látja értelmesnek, hogy érdemes felgyűjteni az értékeket, érdemes azt a nagy közönség elé tárni. Egyébként minden egyes értéktárba bekerült értékről vannak képeid, Csaba? Hát úgy gondolom, hogy a 98%-áról igen. Tehát egyrészt a régi archívumból, uh-huh. másrészt a nem ismert dolgaim is, vagy nem ismert témáknak a megkeresése. Korábban bekerült a Kossuth nóta Nyír Mihálydiból. Na hát az biztos, hogy nem volt a gyűjteményemben, kimentem Nyír Mihálydiba, ott a Magtárban megmutatta a Szabó Antibácsi, és ott természetesen ott volt még mellette, már akkor a Nyír Mihálydi mellett a református templom, a Magtár múzeumát megcsinálta szintén, tehát elmegy az ember Nyír Mihálydiba, és ott talál egy olyan gyűjteményt, ami megint csak azt mondom, hogy nem is gondolná az ember, hogy ilyet meg lehet tekinteni, mégis egyben megtekinthető lehet bárki számára. Fura dolog jutott eszembe, ugye, hogy itt végül is rövid idő alatt ismét gazdagodott ez az értéktár. Történészként, János, szerinted van egy határa ennek, amikor aztán azt mondjuk, hogy ennyi volt, hogy igazándiból minden, amink van, azt meg tudjuk mutatni, és ami még értékes lehet, az már a jövő generációnak egy feladata, hogy alkosson valami igazán különlegeset? Az első kérdés az a válasz, hogy nincs vége. Tehát észesen vesszük, hogy mennyi minden kerül elő értékként az életünkből, hiszen... hogy mondjam, csak ugye az ételek, a nagyanyáink ételei, nekünk az még egyértelmű volt. Hát nem hiszem, hogy az unokámnak egyértelmű lesz, tehát annak a generációnak ahhoz, hogy az érték lesz. Hogy aztán mennyit tudunk mi megcsinálni, a mi életünk is ugye véges, meg a munkabírásunk is véges, tehát biztos, hogy fogunk hagyni a jövő generációjára is bőven munkát, meg biztosan fognak előkerülni bőven még olyan értékek, amit érdemes ezt akkor előszedni, és aztán ugye pontosan ez a lényeg ennek a törvénynek, hogy ugye ilyen piramiszerűen jönnek be az értéktárba, települési értéktárba, megyei értéktárba, aztán felkerülnek a nagy értéktárba, és aztán a Hungarikum már válnak, mint legutóbb, hogy a belegi, vagy felső tiszavidéki keresztszemes lett ugye nagy büszkeségünkre a Hungarikum. Szóval ez biztos, hogy ez nem áll meg, ez legfeljebb csak, amit nem hiszek, egy törvényel lehetne leállítani, de hát ez remélem, hogy nem fog soha megtörténni. És nem beszélve arról, hogy értékek is teremtődnek. Jönnek létre újak, a közel, most hogyha a nagyon rövid közelmúlt, vagy nem a nagyon rövid közelmúlt, de egy Kantemus is benne van az értéktárban. Benne van egy Forfordens az értéktárban, fiatalokkal. Benne van fiatal fafaragó, tehát bőrdíszműves. Tehát jönnek a koszta, igen. És ezek ki fognak, hála Istennek, teremtődni, és ha már én nem leszek, vagy más, biztos, hogy lesz olyan, aki ezt fogja folytatni, bízom benne, hiszem, hogy ennek van jövője, és teremtődnek értékek. Tudom, hogy ez egy ilyen, hát lehet, hogy elcsépett kérdés, hogy nektek mi a szívetek szerint a legértékesebb, vagy ami a legközelebb áll hozzátok. Nem tudom, nyilván Csabi a képi világ, János, neked a történelem, az, ami esetleg ebben a döntésben segít. Igen. Itt a válasz, így van. Na akkor áruljátok el, hogy mi az, ami számotokra a legkedvesebb. Az értékek között? Igen. Hát most, hogy mondjam,
én hazabeszélek, akkor lehet, hogy nagyon meg fog sok embert sérteni, mert minden faluját szeretem ennek a megyének, minden falujába jártam. Nagyon sok helyen dolgoztam, mint muzeológus, hát 40 évig itt voltam. De hát az igazság az, hogy nekem két nagy szerelmem volt, ugye az egyik Vaja, a másik Bakta, mert hogy ott laktunk. Uh-huh. Általános iskolának az alsóját ugye Vaján kezdtük, mert ott kaptunk lakást, kérdésebben Baktára ki, hogy a felnőtt éveimet meg Baktát oda mentem vissza tanítani, és a gimnázium, meg a felső tagozat, meg a főiskola után, és hát én ezt neked a két vidéki település. De mondom, de dolgoztam, Tarpán dolgoztam, Tuzséron, rengeteg olyan település volt, vagy kártást csináltunk, vagy történetet írtunk. Csapi, neked? Hát nagyon nehéz ebből választani, mert ha mégis hozzáteszem az emlékeimbe, hogy mit tudok, talán a csikókor, tehát a legelső időszakot, és ezt pedig Gergely Ugornyához tudom fűzni, és Gergely Ugornyán azért, mert akkor mennyi volt? 1975-ben a Csiszár Árpád bácsi rendezett, pontosabban nem tudom, hogy ő rendezte, de ő vezette, egy honismereti tábor volt. És én akkor kezdtem el fényképezést is tanulgatni, akkor kerültem a honismereti dolgokkal is megismerve a beregi, a szatmári építészeti dolgokat, népi dolgokat, és igazából, hogyha azt kell mondani, akkor a templomok állnak legközelebb hozzám, a középkori templomok, azokat ismertem rombolt állapotában, és hogyha most elővenném azokat a képeket, amikor kicsivel később is elkészítettem Csarodáról, vagy a Tákosi templomról, vagy a megmaradás templomunkról, Nagygécről, a romokban volt, és arra is elindult egy könyv annak idején, és azok az anyagok megvannak. Tehát olyan fejlődés ment, hogy akkor azt mondom, hogy jó, igen, ez a mármint a rendberakása, a rekonstrukció ezeknek, hogy igen, ez a vonulat, ez megerősít abban, hogy a templomok azok, amit adják az elsődlegességet. Hát köszönöm szépen, nagyon értékes volt maga a beszélgetés. És nem mondjuk el, hány van benne az antológiában? Vagy hát keresse meg azt gondolom, hogy azért mondjuk el, aki ilyen türelmes volt és végighallgattott minket, akkor mennyi került bele pontosan? 16 darab került, így van. Segítsünk egy kicsit a nézőknek. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézők, mi pedig színházi ajánlóval folytatjuk. Új gyerekdarabbal bővült a Móricz Zsigmond Színház repertoárja a Fából faragott királyfi című előadásnak. A Bartók Béla és Balázs Béla együttműködéséből született remek mű adja az alapját. A zenés táncos kamara darabot május 5-től a Művész Stúdió színpadán láthatja a közönség. Patatok! Merre vagytok? Feladat van, gyertek! Nem szeretném kétszer mondani. Nem fogom kétszer mondani. Mi patak, fák, csíz. De hogyha folyton könyörögni kell nektek, akkor nem leszünk jóba. És most dologra, gyerünk, küldjétek a helyükre ezt a két mi hasznát, aztán indulhat a mese. Balázs Béla szövegkönyvet vettem alapul a szövegkönyv kialakításakor. Nem volt egyébként nehéz dolgom, mert egyrészt Balázs Béla állandó librettista munkatársa volt, mondhatjuk így, a Bartók Bélának, hiszen 3 színpadi művéből 2-nek ő a szövegkönyvírója. Ugye egy balett szövegkönyve azért az más, mint egy énekkel is megtűzdelt műé, de eléggé pontos és részletes leírások voltak benne, illetve más Balázs Béla mesék fordulatait felhasználtam, és bizonyos dialógus írásoknál én magam is igyekeztem az eredeti hangvételt fölvéve hozzáírni, illetve hasonló hangulatú népmesékből. Uram, bocsán, még egy kis Csongor és Tünde utánérzéssel megtűzdelve is szerettem volna egy igazán élvezetes, alapvetően lírai, költői jellegű, de azért humorral átitatott mesét is adni a kicsiknek, hiszen azért nekik nagyon fontos, hogy ének is legyen, zene is legyen, mozgás is legyen, kép is legyen, és szellemes, szórakoztató anyagot egyszerre kaphassanak. Mennyire lehet egy ilyen komplex történetet gyerekdarabbá avanzsálni, és milyen üzenetet rejt ez a gyerekeknek, illetve akár a velük ellátogató felnőtteknek?
Igen, mindig ez a kihívás, amikor ugye a legkisebbeknek készítünk mesét, hogy ne legyen túl komoly. Ugyanakkor én nem vagyok annak sem a híve, hogy valami gagyit, vagy valami lebutított, egyszerűsített változatot adjunk azért, mert kicsik, mert ők rendkívül érzékeny és jó közönség, ahogy ezt már a kis hablánynál megfigyelhettem. Úgyhogy én megpróbálom ilyenkor azt az eljárást, vagy azt a struktúrát a magamévá tenni, hogy az őszintjükön is érthetően közölhessünk. Tehát szép leírásokat, szövegeket is meghagyok azért, mert ha most még az értelme nem feltétlenül, de a hangulata bemegy szerintem, és miközben sokféle hatással próbálunk operálni, tehát hogy az előbb is mondtam, színekkel, fényekkel, hangulatokkal. Azt hiszem, hogy elsődlegesen azt meg fogják érteni, hogy egy szerelmi történet, egy szeretett történet, egy beavatás történet, egy fiú meg egy lány találkozik, csak elsőre elmennek egymás mellett, főleg a lány, és akkor sokféle kalamajka kell hozzá, hogy végül megtaláljuk az igazit. A felnőtteknek is szóló üzenet pedig pontosan ez lenne, hogy találtam egy ilyen nagyon jó definíciót, ezt nagyon szeretem és használtam is a mesével kapcsolatban, hogy a szeretetre méltó önzés állapotából el tudjunk jutni egy szeretet állapotba, tehát amikor képesek vagyunk feladni magunkat a másikért, az ő nézőpontjába is belehelyezkedni, egyáltalán a szeretet tanulási folyamata, tehát egy ilyen dacos, kamasz, kisgyerek állapotból egy érzelmi felnőttségbe eljutni, talán ezt lehetne is humánsan mondani a mese üzeneteként. Próba folyamat nem volt egyszerű, miben volt ez más, mint a többi? Sajnos nem, nagyon nem volt egyszerű. A tavalyi próba folyamat egyébként annyiban könnyű volt, hogy mivel akkor nem lehettek előadások, amikor próbáltunk, rengeteg időnk volt egymásra. Tehát itt voltunk 6 hétig összezárva a művészstúdióban, ezt nagyon szerettük, igazi csapattá tudtunk kovácsolódni, fantasztikusak voltak a munkatársaim. Ami nagyon nehéz volt, és személy szerint nekem nagyon fájdalmas is, hogy ezt nem koronázhatta bemutató. Tehát úgy éreztem, hogy eljutottunk egy szintre, vállalható, szép dolgot csinált, amiben hál' Istennek mindjárt sok öröme volt, és utána itt lejátszottuk üresbe, kongó nézőtér előtt, ez nagyon-nagyon rossz volt. És most az a nehézség, hogy ebben a kettészelt próba folyamatban, 2 hete volt 3 napunk, most van 2, 2,5, én meg tudom-e csinálni azt a szálltómortálét, hogy vissza tudom-e mindazt hozni. Az ő segítségükkel persze, ami tavaly megszületett, és úgyhogy nincs mögötte 6 hét, mert az általában azért nagyon kell egy próba folyamathoz, hogy együtt legyünk, hogy megérjen a szöveg, amit kitalálunk, az be tud épülni. Ez most kicsit más. Hát én nagyon remélem, hogy azért ennek dacára, mint egy maratoni futás végén, azért beérünk a célba, és sok örömet tud ebben lenni a játszóknak is, meg a nézőknek is egyaránt. Nekem itt 3 évvel ezelőtt volt az első meserendezésem, sőt életem első meserendezése, nagyon izgultam is, a kis hableány. És nekem akkor nagyon fontos volt, illetve meg kell említeni, hogy nagyon szerettem, itt egy időben volt egy olyan sorozat, ami operát és balettet dolgozott föl kicsiknek, Hattyúk Tavából például a Hattyúcska, vagy volt a Seherezádé a Rimszkij-Korszakov alapján, és én nagyon szerettem ezt, hogy balett vagy opera meséket átadni, ahogy az előbb is beszéltünk róla a gyerekek szintjén, és én nagyon híve vagyok annak, hogy értékes alapanyagból dolgozunk. Tehát az, hogyha ilyen módon is egy kicsit be lehet vezetni Bartók Bélát az ő világukba, nagyon fontos a 3-4-5 éves korosztály megfogásánál, hogy értéket mutassunk, és a jövő közönséget fogjuk kinevelni. Tehát meg kell szeretetni a színházat, és már bizony meg kell formálni kicsit az ízlését a fiatal közönségnek, hogy jó irányban indulhasson el, és ehhez egyébként remek kollégáim is voltak. Tehát mind a színészek, Szabó Márta, Nagy Idai Gergő, Dézsi Darink, a Bámosi Juci, a két táncosom, Szilágyi Erik és Kása Robert István, és a zeneszerzőtárs Nyitrai László, aki hihetetlen érzékenységgel és szellemességgel adaptálta, azért nagyon nehéz Bartók dallamokról van szó, a zenét, Boldizsár Zsolt, díszlet, Bánki Lóza jelmez, tehát mindannyian nagyon igyekeztünk azon, hogy tényleg egy olyan mese szülessen, ami el tudja indítani a kicsiket, ugyanakkor tényleg élvezetes mese, úgyhogy van még mindenféle ötlet a fejemben, de én ezt nagyon szeretem, hogy értékes anyagból gyermekmesét. Hányszor látható a darab még ebben az évadban, illetve most tekintettel ugye a speciális helyzetre esetleg a jövő évadban lesz-e még műsoron? Hát nem tudok róla, mert ugye nekünk ezt a bérletet most ki kell játszani, tehát ezeket a legkisebbeknek szóló meséket itt a művészstúdióban mindig bérletrendszerben játsszuk ki. Én úgy tudom, hogy ez olyan 20-30-as szám szokott lenni bérletben, ami nem rossz az eljátszásban, és úgy tudom, hogy május végéig fog kijátszani a mese. Aztán ki tudja, mert a kis hablányal is volt egy annyira jó élményem, hogy 2 évvel ezelőtt, vagy most már hát 3-19 júniusában meghívták Pécsre a családi fesztiválra, tehát hogyha esetleg meg tudjuk úgy mutatni,
akkor az elképzelhető, hogy még el tudjuk vinni valahová. Én örülnék neki, mert nagyon remélem, és bízunk benne, hogy szép élményt tud átadni. Talán mondhatom, hogy ha jól sikerül, jó formában, akkor minden korosztály számára. Ezzel vége a Weekend első részének, nyeremény játékunk is van, két darab páros belépőt sorsolunk a Cinema City-be. Kérdésünk, hány megyei értéket mutat be az Értékantológia című kötet? Műsorunk elején az Értékantológia szerzőivel, dr. Bene János történésszel és Csutkai Csaba fotóművésszel beszélgettünk, ami később a televízió YouTube csatornáján is visszanézhető. A válaszokat a Kölcsei Televízió Facebook oldalára posztolt játékfelhíváshoz várjuk kommentben, a nyerteseket üzenetben, illetve a poszt alatt is értesítjük. Maradjanak velünk, a híradó után folytatjuk műsorunkat. Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, tartsanak és játszanak velünk. A műsorban bemutatott Értékantológia című kötethez kapcsolódik kérdésünk, hány megyei értéket mutat be a Bene János és Csutkai Csaba által összeállított kötet? A megfejtéseket a Kölcsei Televízió Facebook oldalára posztolt játékfelhíváshoz várjuk kommentben. A nyerteseket üzenetben, illetve a poszt alatt is értesítjük. Most pedig zenével megyünk tovább. Németországi testvérintézményét fogadta a napokban a Vikár Sándor Zeneiskola. Az Izerlónnal közös kulturális kapcsolat több mint 30 éves az iskolák között. A német intézmény idén klarinét kvartettjével érkezett a megyeszékhelyre. Ismert dallamok ötletes átiratai is megszólaltak klarinéton. A németországi Izerlón zeneiskolájának növendékei már számos alkalommal adtak koncertet Nyíregyházán. A Vikár Sándor Zeneiskolával évtizedek óta partneri viszonyt ápoló intézmény múlt héten a megyeszékhelyen vendégeskedett. Idén a Black Sticks nevű klarinét kvártett képviselte iskolájukat. Unser Klarinettenensemble heißt The Black Sticks. A klarinét együttesünk neve The Black Sticks, vagyis a fekete rutak. Filmzenei betéteket fogunk előadni, például részleteket a Harry Potter című filmből, de emellett jazz standardek is el fognak hangzani. Ez az egyveleg nagyban gazdagította a zeneiskolánkat, mivel a legtöbb zeneiskolában klasszikus zenét oktatnak, de mi tekintettel vagyunk a könnyű zenére is, a jazzre, a popra, a filmzenére, és ezek nagyon jól meg tudnak szólalni a klarinétjainkon. A mi klarinét együttesünk egy nagy bővülésen ment át, mivel időről időre olyan diákjaink is vannak, akik az iskola elvégzése után is tovább akarnak zenélni, függetlenül attól, hogy hivatásos, tehát professzionális zenészek lennének. Vagyis amellett, hogy valami teljesen más tanulnak, szeretnének továbbra is a zeneiskola közelében maradni. És aztán itt maradnak 5 vagy 8 évig, esetleg 10-20 évig, és így az együttesünkben van 15 éves diák, és mellette a legidősebb tanulónk ma már 50 éves, aki több mint 20 éve van a Black Sticks együttesen a zeneiskolában. A generációknak ezt a fajta keveredését Izerlón nagyon szívesen fogadja, tehát hogy a gyerekek és a felnőttek valamit együtt csinálnak. Természetesen a felnőttek csak egy kis részét teszik ki, úgy 10%-át, de a kapcsolat nagyon jó. Ezért van ma itt egy kis kedves kvártett, ami a tanárokból és egy 15, valamint egy 24 éves régi diákból áll, aki szintén régóta játszik a Black Sticks együttessel, de legutóbb nem tudott velünk együtt koncertezni, és most nagy szerencse, hogy végre ő is velünk tudott jönni Nyíregyházára. Endlich darf sie auch mit auf Konzertfahrt nach Nyíregyháza. A nyíregyházi és az izerlóni iskolák kapcsolata a nagy távolság ellenére élő. A szakmai együttműködés a pandémia alatt is megmaradt.
A járványhelyzet előtt az intézmények képviselői minden évben találkoztak, vagy megyénkben, vagy Iserlónban. Tanítási gyakorlatukban számos különbség van. Hát ez nagyon érdekes, mert ők mindig érdeklődve szemlélik azt, hogy mi hogyan működünk, és mi is érdeklődve szemléljük, amikor kimegyünk, hogy ők bizonyos helyzetekre milyen megoldást találnak. Ez például a pandémia alkalmával is így volt, igaz, személyesen nem találkoztunk, de maga a szakmai együttműködés, az e-mailezés, és hogy ki hogy csinálja, oldja meg a problémákat, ez a veszélyesebb időszakokban is fennállt. Módszertanilag, mint zenetanítási módszertan, azért az ő tanításuk teljesen különbözik. Teljesen különbözik a korosztály, aki járhat az iskolába, más tananyagot tanulnak, nincsen elméleti oktatásuk, hanem csak ez a gyakorlati, más az ideje, ahogy ahányszor járnak. Úgyhogy teljesen más, de mégis zenéről beszélünk, és zenei intézményekről beszélünk, és mindig tanulságos egymással beszélgetni, és egy kicsi praktikákat ellopni, ez független attól, hogy most melyik országban vagyunk. Ich glaube, wir haben in beiden Ländern das gleiche Anliegen. Azt hiszem, mindkét országban azonosak a zenei célok. Mégpedig az, hogy a fiatalok megismerkedjenek a zenével, és jó muzsikusokká váljanak. De a mi növendékeinket más is vonza. Egy kicsit irigyek is vagyunk, mert az a benyomásunk, hogy Nyíregyházán nagyon szorgalmasak a diákok, és nem csak az iskolában, de otthon is gyakorolnak. Ez nálunk egyre nehezebb, mert amíg a diákok az iskolában vannak délután 5 óráig, addig nehéz őket a hangszeres gyakorlásra bírni, mivel állandóan ott van a kezükben a Gameboy, az okostelefon, a tablet, vagy épp a WhatsApp. Iserlón 1989-ben kötött testvérvárosi kapcsolatot Nyíregyházával, vagyis az együttműködés több mint 30 éve tart. A két település korábban 32 ország 320 pályázata közül a legélőbb testvérvárosi kapcsolat címet is elnyerte. Én úgy gondolom, hogy az izraeli zeneiskolával egy kicsit különlegesebb a kapcsolatunk, mint a határmenti iskolákkal, ezért számukra más programokat is szervezünk. Ők egy külön időszakban szoktak hozzánk érkezni. Az biztos, hogy mindig van koncert, amikor nem vegyes koncert van, egy közös koncert, hanem mindig a vendégül látott fél az, aki hangversenyt ad a másik intézményében, és nagyon igyekszünk arra, hogy a helyeknek a megismerése azért elég távol van egymástól a két város, a két ország, és a gyerekeknek, a fellépőknek nagyon nagy élményt jelent látni Nyíregyházát, vagy akár a nyíregyháziaknak az Iserlón környékét. Magyar táncrajz címmel tartottak rendhagyó néprajzi órát a nyíregyházi Kölyökvárban. Az interaktív foglalkozás a Kárpát-medencei tájegység tánckultúrájáról ad átfogó ismereteket. Az előadást az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesület, a Duna Művészegyüttessel és a Göncöl zenekarral közösen állította színpadra. Ugrós táncok, csárdás, karikázó. Csak néhány a Kárpát-medence népi kultúrájának meghatározó táncaiból. A Kis Magyar Táncrajz című előadás szerkesztője és moderátora Sikentánc Szilveszter, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke. A rendhagyó néprajzi órában a Göncöl zenekar muzsikájára a Duna Művész Együttes táncosai mutatják be a különböző tájegységek tánctípusait, viseleteit, dallamait.
Az előadást a nyíregyházi közönség múlt héten láthatta. Most már 2,5 éve, hogy az ötlet az megszületett, és elindult ez a rendőr néprajzóra sorozat, mert tényleg az volt a célja, hogy egy picit hát közelebb hozni a gyerekekhez ezt a dolgot, úgy, hogy ezt egy hivatásra együttes csinálja, mert hogy ezt már sokszor megcsinálták amatőr tánc együttesek is, esetlegesen hivatásra együttesek is, hogy a saját játszóhelyeikre vagy számos helyszínre hoztak gyerekeket, és megnézették, hogy ők hogy táncolnak, hogy csinálják, hogy foglalkoznak ezzel a népi kultúrával. De az, hogy egy együttes konkrétan a repertoárba elkészítsen egy ilyen előadást, ez ugye felnőtt együttes, vagy hát is legyen az inkább úgy, a hivatás együttes esetében ez nem történt meg. Én, mint az Örökség Egyesületnek az elnöke, ugye eleve nagyon sokat foglalkozom a gyerekekkel, illetve gyakorlatilag az egész Kárpát-medence gyermek és ifjúsági korosztályának, a népművész korosztálynak az összefogásán fáradozok az elnökségi tagjaimmal egyetemben, és mivel hogy folyamatosan azért vagyok kapcsolatban vagyok a Duna Művész Együttessel, egyszer csak megszületett ez az ötlet, amikor, ha jól emlékszem, egy államtitkársági felkérésre a Duna Művész Együttesnek valamilyen olyan előadást kellett létrehozni, ami közelebb hozza a népi kultúrához a gyerekeket, a fiatalokat, a vidéken élő embereket, azok, akik egyébként lehet, hogy még benne is élnek, benne léteznek magába a vidéki népi kultúrába, de ők ezt nem biztos, hogy tudják, nem biztos, hogy pontosan látják, érzik, de és akkor vannak ilyen érdekes esetek, ugye, hogy ez elsősorban gyerekeknek szól, de hogy egy felnőtt házaspár, idősebb házaspár jön oda, és azt mondja, hogy a műsor alatt jutott az eszébe, hogy hú, egyébként neki az ő édesapja, és hogy milyen ruhát tett el, és hogy mesélte, és hogy mutatott, és hogy táncolt üveggel a fején, és még sorolhatnánk. És gyakorlatilag ennek a gondolatiságnak lett az eredménye a Kis Magyar Táncrajz rendtelen néprajzóra, amely, hát, hogy mennyi előadást ért meg, ugye ezt is nehéz meghatározni, már bizonyosan sokkal többet sikerült volna belőle játszani, hogyha nincs ez a világjárvány. Hogyha ezt a rendtelen néprajzórát végignézzük, akkor azt látjuk, hogy azért helyek közel, ez alatt a 60 perc alatt bejárjuk az egész Kárpát-medencét, mindenhonnét láthatunk egy kis férfi táncot, páros táncot, eszközös táncokat, pásztortáncokat, lánytáncot, van a határainkon túlélő magyaroknak a táncaiból, mindenféle területről, legyen szó Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, tehát ezek is megjelennek, a magyarországi nemzetiségekre is egy picit próbálunk utalni, de legalábbis a narrációban mindenféleképpen előkerül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon széles körű dolog lett, és egy nagyon érdekes kis utazás ebben a szűk egy órában. Mehetünk már európai országokba, és meg más nemzetekhez is, mondjuk egy 5000 éves kínai kultúrába, és már azt se tudják, hogy hol találják a saját kultúrájukat, és még nagyon sok helyre mehetnénk. Nekünk még mindig van mihez visszanyúlnunk ebben a kulturális egységben. Amire én azt szoktam mondani, és azt hiszem, hogy ebben van az ereje a fogadtatásának is, hogy nem egy műfaj, vagy és nem is kultúránk egy szegmens, hanem a kultúra maga, amivel mindenki ezzel valamilyen szinten el kell jutni, és mi azt hiszem ebben igyekszünk megtalálni az összhangot, hogy ezt mindenkihez eljusson, mindenkinek egy kicsit ilyen befogadhatóvá tehessük ezt az egész történetet, és ez az esetek 98%-ban azért sikerülni szokott. Milyen állatokra kell vigyázni a pásztoroknak? Vegyük már sorra. Na, miket terelnek össze nagy csoportba? Ki volt a juh? Igen, így van. Juhokat, így van. Aztán? A juh meg a bárány, várjunk egy picit, hogyha emlékezek, nem tudom, biológia van a szakában, nem? A tánc és a zene az adott, hanem a narráció az mindig attól függ, hogy az ember kilép a színpad, és akkor meglátja, hogy kik ülnek vele szembe. Hisz tényleg ez nagyon-nagyon változó volt, hogy igazából nem is tudtunk róla, hogy egy dupla előadás helyszínen az első előadás az középiskolásoknak szólt, a második pedig a település felnőtt tagjainak, illetve nyugdíjasoknak, hogy nyilván egy kicsit máshogy lehet beszélni, egy kicsit szabadabban tud az ember belemenni a dolgokba, más, amikor tényleg csak ismeretterjesztő jellegű, és csak inkább ismeretet adunk át, van, amikor interaktivitásra is tudjuk ösztökélni a fiatalokat, szóval ez mindig változó, de az a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy pontosan ettől izgalmas és érdekes ez a kis előadás, mert gyakorlatilag bármilyen színpadon meg és bármilyen helyzetben megállja a helyét, hisz ismereteket szerezni a saját kultúránkról az mindig egy jó dolog, én azt gondolom minden egyes nézőnek. A táncos és zenei része az pedig hozza a Duna Művész Együttesnek a professzionalitását, és én tökéletesen azt gondolom, hogy ezzel nem lehet probléma. A Kölyökvárban elsőként a Művészeti Szakgimnázium táncművészeti tagozatának diákjai láthatták az előadást.
A Duna Művész Együttes táncosai közül többen a Nyíregyházi intézményben szerezték meg tudásuk alapjait. A Táncművészeti Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, az idén fogok államvizsgázni, és közben adódott egy lehetőség, hogy a Duna Művész Együttes ugye női tánckari pozícióba hirdetett felvételit, és én mertem nagyot álmodni, elmentem, és hál' Istennek sikerült is a felvételi. Nekem ez külön öröm, hogy én az együttessel a hazai színekben is meg tudok mutatkozni. Nekem ez volt az a cél, amit igazából középiskolás korom óta dédelgettem. Egyszer a Kelet-Magyarországban megláttam egy cikket, hogy Nyíregyházán lehet ugye gimnáziumban is táncot tanulni, és akkor én ott eldöntöttem, hogy akkor nekem ez az utam. A rendhagyó interaktív néprajzi órát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Néptánc Egyesület szervezésében mutatták be Nyíregyházán. Az előadást múlt héten összesen 3 alkalommal láthatta a közönség. Az egyesületünk folyamatosan szervez továbbképzéseket. Ez vagy meg tud valósulni, ha nincs vírus, akkor meg tud valósulni. Ha van, akkor egy kicsit nehezebben, akkor online programokat szoktunk tartani. De most végre sikerül élőben is egy újabb továbbképzést tartanunk. Utoljára tavaly novemberben és az idén februárban tartottunk ilyen olyan továbbképzéseket, ami a megye táncosai számára van, a gyerekeknek, meg az ifjúságnak, és természetesen a felnőtteknek is. Ezt mindig valamilyen apropóhoz kötjük, tehát például készültek a fiatalok az ifjúsági szólótánc versenyre, és olyan táncanyagokat tanulhattak meg, ami erre készítette fel őket, és olyan oktatókat hívtunk. Ez nagy érdeklődésnek örvend, és nagyon sokan szoktak ezen megjelenni, és táncolni, és tanulni, és együtt lenni egy egész napon keresztül. És akkor erre az alkalomra pedig azt találtuk ki, hogy tekintettel arra, hogy most éppen nem kell készülni semmi olyan nagy megmérettetésre, kivéve az együtteseknek a saját évvégi vizsgakoncertjeikre, az iskoláknak, illetve az együtteseknek az árógáláikra. Ezért most ne ilyen típusú továbbképzés legyen, hanem a továbbképzés keretében meghívtuk a Duna Művész Együttest, akiknek van egy úgynevezett rendhagyó néprajzi órája. Ahogy megérkeztek, én mindjárt láttam, hogy itt valami, tényleg valami nagy dolog van készülőben, mert a 6 pár táncos körülbelül elhozta magával a teljes Duna Művész Együttes ruhatárát, és itt van minden, amit be akarnak mutatni és szeretnének a fiatalok számára. Úgyhogy tulajdonképpen azért szerveződik ez, hogy ilyen táncos ismeretterjesztést valósítsunk meg azok számára, akik nagyon érdeklődnek a folklorisztika iránt, a néprajz iránt, de azok számára is, akik csak nagyon jó táncosokat szeretnének látni színpadi körülmények között. A Kis Magyar Táncrajz című néprajzi óra nem csak az országjárás állomásain látható, az előadásból 8 epizódos sorozat készült, melyet az interneten is megtekinthetnek az érdeklődők. Színházzal folytatjuk. A közelmúltban előbemutatót tartottak a Művész Stúdióban. A Móri Zsigmond Színház társulata a Maszmók az indiánok között című mesejátékot vitte színre Urmai Gábor rendezésében. A mese az Ovis Bérlet első előadása lesz majd szeptemberben. Hamarosan vége az évadnak itt a Móri Zsigmond Színházban, de már majdnem készen van az új évad első bemutatója. Igen, hát mi előre dolgozunk, ezt úgy hívják, hogy előbemutató, és akkor az évadot már úgy tudjuk elkezdeni, hogy szeptember végén már egy előadással tudunk indulni. Nem csak ez a darab készül benne, ez a művész színpadon, hanem bent a színházban is próbál 2 darab, ami aztán nyáron látható is lesz. Rózsakertben. Ez, ami itt készül, ez a kicsiknek készül, Maszmók az indiánok között, az a címe, és hát egy kisfiú kalandjai Észak- és Dél-Amerikában. Téma körében erősen a környezetszennyezés, a bolygónk, a föld megóvása, a téma, ezért is helyeztük az írótársaimmal, az indiánok közé, hiszen ők egy természeti nép, és nagyon tisztelik a földanyát, és Vakantanka a nagy szellem meg is mondja nekik, hogy ezt hogy kell csinálni. És ez a kisfiú, Maszmók, aki nagy indián barát, szereti az indiánokat, szereti az indiános történeteket, ő álmodja magát az indiánok közé, és mivel az anyukája aznap este
ami este ezt játszódik éppen a tanulmányt ír a környezetszennyezésről, ezért ugye mint utolsó információk a gyerek fejében arról álmodik, és ezt rakja össze ő a környezetszennyezést, az indiánokat, a csupahaj gonosz sámánt, aki azért lett gonosz, mert a fehér ember által szennyezett vízben mossa a haját, ami kihullott, ezért egy kopasz indián lett, háborút akar a fehér emberrel, és ezt kell megakadályoznia a maszmóknak és indián társának, táncoló tűzmadárnak. Nagyon komoly a téma. Miért szeret ön gyerekdarabokat rendezni? Mert ugye ez már a sokadik. Egyrészt szeretek a gyerekeknek játszani. Ugye ez ilyen általános mondat, hogy a gyereknek nem lehet mismásolni, ha unatkozik, ő nem udvarias, nem figyel oda. Igen, és ez igaz. Valóban nem figyel oda. Ha nem kötjük le a figyelmét, akkor ő unatkozik, akkor ő nem viselkedik, akkor ő ficereg, mocorog, viszont hihetetlenül együtt tud jönni a történettel, hogyha ő azt élvezi, és olyan módon szakadnak föl belőle sóhajok, mondatok, a vigyázz, a ne csináld, a mindenféle bekiabálás, ami hihetetlen jó érzés, mert a mi munkánkat igazolja vissza, mint egy vígjátéknál a nevetés. Mert a te apád a mentőrkőmedve! Mennyire szeretik próbálni a művészek a gyerekdarabokat, vagy akár éppen ezt a maszmók történetet? Hát erről őket kéne megkérdezni, remélem, hogy szeretik. Természetesen őszintén kell játszani egy gyerekdarabot is. Tehát nem arról van szó, hogy itt egy elmismásolt színjátszás folyik, viszont azért bármennyire is, hogy említette ön, hogy ez a környezetszennyezés, ez komoly téma, igen, komoly téma, de akkor is nem kis disszertációt kell bemutatni a gyerekeknek, hanem az ő nyelvükön játékosan kell előadni. Pláne ebben az előadásban, ahol ez a kisgyerek ezt az egészet álmodja, na most álmában meg aztán bármire képesek ezek az indiánok, ezek az álmodott lények, ezért nagyon szélsőségesen lehet játszani, amit adott esetben mondjuk egy csehóban nem teszünk meg, azt itt megtehetjük. Itt van a folyása, hogyha egyszer összeér, két ló nyihogása, indul már a felkér, még itt hoz majd nékünk, pedig csak egy kis leány, táncoló tűzmadár követ, majd mind a hány... Jól tudom, hogy különleges a zenéje ennek az előadásnak? Hát abban az értelemben különleges, hogy azért az indián zenei világ nem olyan bonyolult. Tehát próbáltuk különlegessé tenni, mert az alap indián zenei ritmus az eyya, most azért ez 50 percen keresztül azért ez unalmas. Vannak benne három úgynevezett dal vagy sláger, ami aztán az énekdallamvilága elütettől. Van benne egy szamba is, amit a Friedrich Noémi ad elő zseniálisan. Úgyhogy igen, hát különleges is, meg egy picit hagyományos is a zenei világa ennek. Az egész ilyen nagyon jó körülmények között készült. Ezt az előadást... Én úgy hoztam, tehát, hogy a díszletek, jelmezeknek Budapesten volt, most már nincs, volt egy csapatunk, akikkel előadásokat hoztunk létre, többek között ezt is, és az ott meglévő díszleteket, jelmezeket hoztam ehhez a produkcióhoz, ami hát ide föl lett újítva, szóval egy nagyon szép köntöst kapott, és meg kell említenem az összes műszaki kollégát minden területen, aki a színházból ezen az előadáson dolgozott, akár a női férfi varroda, akár a fodrászat, akár a festőtár, a műszaki kollégák, de mindenki olyan lelkesen, olyan szakmai alázattal állt hozzá, hogy le a kalappal előttük a világosító,
aki a Balogh Zoli, aki most készíti a fényeket, és csodálatos varázsló fényeink lesznek. Úgyhogy tényleg le a kalappal a műszaki dolgozóink előtt. Megbeszéljük a dolgokat, hiszen rád is feladatot szabott Vakantank a kedves leány. Tudom, mehetek mosogatni. Maszmók után makik következnek. A Nyíregyházi Állatpark Maki erdejében járt stábunk. A látogatók számára nyitott kifutón a katták között lehet sétálni, az állatokhoz nyúlni, őket etetni természetesen tilos. Az azonban előfordulhat, hogy kíváncsiságból ők másznak a válunkra. A napfürdőzés a gyűrűs farkú makik egyik kedvenc időtöltése. Sokszor az állatoktól szokatlan, meditáláshoz hasonló pózban süttetik a hasukat. A meleg idő beköszöntével a Nyíregyházi Állatparkban található maki erdő is megnyitotta kapuit. Itt közelebbről is szemügyre vehetők a játékos állatok. Ez a vendégek egyik kedvenc helye, hiszen itt Madagaszkáron őshonos gyűrűsfarkú makikkal lehet találkozni. 12 egyed között lehet sétálni a Tarzan ösvényén, és minden nap ezt az élményt ki lehet használni, hiszen bámulatos vagy vadállatok között is lehet igazából sétálni. Nyilván maki gárdjaink is vannak, tehát az itteni személyzet figyel arra, hogy megfelelően viselkedjenek a vendégek az állatokkal, hiszen nem élünk vissza a makik barátkozó természetével. Tehát, mint most is látható, én mászófelület vagyok, de én nem nyúlhatok az állathoz, és ezt betartjuk mi is. Aki belép a maki erdőbe, etetni és simogatni szigorúan tilos az állatokat, de hogyha úgy, mint engem most fának tekintenek, akkor mászófelület is válhat belőlünk. A szabályok betartása nagyon fontos, táblák is figyelmeztetik erre a látogatókat. A Madagaszkáron őshonos maki kattaként is ismert. Jellegzetes, hosszú, gyűrűs mintázatú farkát járás közben magasba tartja. A többi lemúrhoz képest sokat tartózkodik a talajon is. Húst nem fogyaszt, legfeljebb ízelt lábúakat kap el néha. Elsősorban falevelekkel, hajtásokkal, virágokkal, gyümölcsökkel, egyes fák kérgével táplálkozik. Ezzel vége a Weekend heti műsorának, ne feledjék, 2 darab páros mozi jegyet sorsolunk, a kérdés pedig, hány megyei értéket mutat be az Értékantológia című kötet? Elég egy számot küldeni, a megfejtéseket a Kölcsei Televízió Facebook oldalára posztolt játékfelhíváshoz várjuk kommentben. A nyerteseket üzenetben, illetve a poszt alatt is értesítjük. Kívánok Önöknek nagyon kellemes hétvégét valamennyi munkatársam nevében, viszontlátásra!